Trenke Eszter énekes nyitotta a Zenélő Kultúrudvar idei programját. A népdal énekes minden évben megörvendezteti előadásával a látogatókat. Népdalokat hoztam, hiszen több mint 40 évet énekeltem a népzene szolgálatába. Báthori József citera vezetővel most, hál' Isten, itt köszönhetjük őt is első esetben. És neki nagyon-nagyon sokat köszönhetek, mert nagyon-nagyon sok népdalra megtanított. Gyermekkorom óta nagyon-nagyon szeretem a népdalokat, balladákat. A Fehérvári Polgárok Egyesülete álmodta meg a Zenélő Kultúrudvart. Idén már 9. alkalommal várták a közönséget a művészek. Azért szervezzük, mert megmert ez a belső udvar annyira kis belsőséges, és egy ilyen családi kulturális rendezvénynek kitaláltuk azt, hogy évről évre összejövünk, és ehhez partner a Simonen Veronika festőművésznő és a társulata, illetve a tanítványai, és hát a rengeteg zenész, akik itt fellépnek, versmondók, nagyon-nagyon örömmel jönnek. A rendezvényen Lernár Zsolt alpolgármester elmondta, a kultúrprogram a város lakosságának közösségépítésében tölt be jelentős szerepet. Ez egy nagyon jó kezdeményezés volt annak idején, hogy egy közösségépítés, közösséghez tartozás tűzte ki célul, megfűszerezve lokálpatriotizmussal, és a városért tenni akarással. Úgyhogy ez egy nagyon jó kezdeményezés. A kultúrudvarba több mint 15 festőművész érkezett az ország különböző pontjairól, Fonyódról, Veszprémből, Zsámbékről, Budapestről. Festőmesterek, mesterdiploma előtt állók műveit tekinthették meg a látogatók. Nagy örömmel jöttünk, minden művész kihozott körülbelül 2-3 alkotását, amit lehet látni, és azon kívül itt élőben festi meg a festményét a közönség előtt, megszabad őket kérdezni, hogy mit fest, milyen eszközzel. Nagy örömmel és szeretettel válaszolunk minden kérdésre. A zenés kultúrudvarban gitár, dallamfüttyös előadás, versek, prózai művek szórakoztatták a közönséget a délután folyamán.